Sziasztok! A mostani videóban az asztalunkat el fogjuk látni anyagmintázattal, valamint megnézzük, hogy hogyan lehet letörést, lekerekítést szerkeszteni, azaz részlet gazdagabbá fogjuk tenni a modellünket. Kezdjük az egyszerűbb és látványosabb résszel. Lássuk el az asztalt anyagmintázattal, menjünk a festékes bödörre, és a legördülő menüből a Colors menüpont legyen kiválasztva, és lefele görgessünk, mikor ilyen meleg színeket találunk, akkor megállhatunk, és válaszunk ki pár színt. Hát igen, egy kicsit följebb fogok menni. Az asztal lába az sötétebb lesz nálam. Figyeljük meg, hogy komponens esetén, ha bármelyik oldalát is ellátjuk anyagmintázattal, az egész komponens azonnal fölveszi a mintázatot, sőt, ha kijelölünk komponenseket, és bármelyiket a komponensek közül megfestjük, akkor az összes többi komponens is föl fogja venni a mintázatot. Világosabb mintázattal fogom ellátni a kötéseket, valamint az asztal lapot pedig egy kicsit narancsosabb mintázattal fogom ellátni, hogy egyértelműen azért az egyes komponensek színvilágukban is elkülönüljenek a képernyőn. Ennyi lenne. Akinek szebb ízlése, jobb ízlése van, az természetesen egy ízlésesebb asztalt is elő tud állítani az anyagmintázatok segítségével. Oké, most térjünk rá a lekerekítésre. Az asztal sarkát fogjuk 5 centis lekerekítő körívvel lekerekíteni. Dupla klik a komponensen, azaz a komponensen belül fogunk dolgozni. És a guideline-ok segítségével mérjük ki az 5 centit. Ugye AutoCAD-be hasonló dolog a tárgyasztek követés, a különféle vezető vonalak ugye ott is megtalálhatóak. Oké. Most menjünk az ív eszközre, és kössük össze a guideline-ok által meghatározott metszéspontokat, és nekünk valóban az az álláspont kell, hogyha elmozgatom az ívet, amikor rózsaszínné válik, ilyenkor érinti a körív az asztalnak a szélét, és nekünk pontosan ez kell. Szerkesszük ki a többi oldalnál is. Ez az. Hopp. Oké. A műszaki életben egyébként az ívek, az egyeneseket általában érintő folytonosan kötik össze. Erre azért figyeljünk oda. Oké. És a push-pull tool-lal szépen a felesleget leszedjük. Ennyi lenne egy lekerekítés. Szuper! Jó. Megjelent egy plusz szél, amit ugye el lehetne tüntetni úgy, hogy kijelöljük, majd jobb klik és hide, de mi nem ezt az utat fogjuk most választani. Menjünk az Edit, Unhide, Last opcióra, visszajön, és próbáljuk az asztal oldalát alkotó lapokat kijelölni. Ugye dupla klik, megvan, shiftet lenyomom, hozzáadom az egyes felületeket, ugye a shift le van nyomva, ezért a dupla klik után az egyes lap az élekkel együtt a listába kerül, majd, ha megvagyunk, jobb klik, és soften or smooth edges, azaz, puhítjuk az éleket, ugye a felületeken értelmezzük a felületi normálisokat, és ezek határozzák meg, hogy mennyire, hogy mondjam, puha anyagú az adott modell,
ez inkább matematikai modellezés most, mint geometria. Körülbelül ez a 20 fok megfelelő, de lehet látni, hogyha növeljük, akkor nagyon smooth lesz az egész, viszont olyan árnyékok jönnek be, amik számunkra nem elfogadhatóak. Ezért menjünk lejjebb, és ha megyünk lejjebb, azt is látjuk, hogy egyre több vonal jelenik meg. Hát mi most, jobban mondva él, egy olyan 8-9 fokos szöget állítsunk be, és már is szépen ugye kialakítottuk a modellünket. Egy aprósága, fölhívom a figyelmet, hogyha kilépünk a komponensből, és egy guideline kijelölünk, akkor vegyük észre, hogy a komponens is ki van jelölve, azaz, ha töröljük a guideline-t, megy vele a komponens is. Erre nagyon oda kell figyelni, Ctrl-Z-vel visszajövünk, belemegyünk, és itt a komponensen belül kell kitörölni a guideline-okat, és akkor most tudjuk folytatni a munkát. Az asztallap lekerekítése után most szerkesszük ki a lábaknak a letörését, ugye az asztalnak a sarkát lekerekítettük, a lábakat viszont le fogjuk törni. Jó? Behozom a képernyő közepére, és a következő lesz a feladatunk. Jelöljük ki ezt az ért, shift lenyom, mellé ezt az ért, majd mozgatásparancs, M, fogjuk meg ezt a pontot, mozgassuk el, de úgy, hogy a Ctrl legyen lenyomva, tehát ugye a másolatot hozunk az élből, piros tengelyre snappeljünk, és ugye az L mozgatásunk az 0,5 cm legyen. Jó? Nézzük meg, mi történik. Megjelenik egy-egy plusz ér az oldaloknál. Most kijelölöm ezt az ért itt, és a mozgatással elviszem ebbe az irányba 0,5 centit, és már is megvan a letörésünk. Ugye ne felejtjük el, ha ért mozgatunk, akkor a lap is megy vele. Azért tettünk be ide egy új ért, hogy ugye meghatározzuk a letörést. Megfogom, tehát előtte kijelölöm az ért, mozgatásparancs, elmozgatom a zöld tengely irányába, és 0,5 cm. Már is megvan a letörésünk. Ugyanezt meg kell ismételnünk a másik oldalnál is. Kijelöljük az éreket. Mozgatás, Ctrl lenyom, megfog, elvisszük 0,5-tel, majd kijelöljük az ért, mozgatás, ilyenkor most nem kell a kontroll, 0,5, így gyönyörű szépen ki tudjuk szerkeszteni magát a letörést. Az ilyen megoldások után döbben rá az ember arra, hogy mennyire zseniális ez a SketchUp szoftver, milyen okosan lehet vele dolgozni. Készen is van a letörés. Megtehetnénk azt itt is, hogy hájdoljuk az éleket, de most ettől eltekintek, hiszen feladat függvénye, hogy egyértelműen jelezni akarom a tervemen, hogy itt letörés van, vagy elegendő, ha csak a fényekkel, a felületi normálisokkal jelölöm. Most kiléptem a komponensből, szépen ki fogok menni, eltávolítom a nézetet, és látszik, hogy már is sokkal részletgazdagabb a modellünk, hiszen mind a négy komponensnél, láb komponensnél a letörést egyből kiszerkesztettük. Most az asztallapnak a letörését kell kiszerkesztenünk, egy picit rézsutós felületet fogunk adni az asztallapnak, egy kis játékot viszünk az egészbe, tehát kijelölés túl dupla klikk a lapon, jelöljük ki ezt a síkot, és az eltolással alakítsunk ki itt egy felületet, ugye az eltolás mértéke legyen 0,3 cm, pici eltolásról van szó. Tehát van egy ilyen kis peremünk, meg van az alapsíkunk, ugye, és ezt az alapsíkot, amit most kijelölök, ezt kellene elmozgatnunk függőlegesen fölfele a kék tengellyel párhuzamosan. Ugye, ha belemegyünk a mozgatás parancsba, és fogunk egy pontot a felületen, on face, akkor sokfele tudjuk vinni,
csak éppen nem az adott síkra merőlegesen, a kéket nem találjuk, nyomjuk le az art billentyűt, és próbáljuk megkeresni a kék tenge irányát, már meg is van, shift-tel lehet egyébként ezt az irányt rögzíteni, talán most már mindenkinek szépen látszik, hogy mikor értük el a helyes irányt. Vesző 3, és most bevitte. A nullát valamiért nekem nem akarta elfogadni a SketchUp, ez egy kicsit most meglepett. Itt most megjelenik újra egy ér, ezzel hasonló módon lehetne dolgozni, mint ahogyan előbb bemutattam. Ugye shift, dupla klik, kijelöljük, hát igen, erre jobban oda kell figyelni, kijelöljük az alkotókat, oké, azt hiszem körbeértem, jobb klik, smooth edges, és ez a 10 fok tökéletes. Látszik, hogy megvan a letörésünk, rézsütös felületet alakítottunk ki, rézsütös a felület, a letörés, menjünk bele vissza a lapkomponensbe, jelöljük ki a letörést, oké, ugye shift-tel hozzáadtam mindent, és most mozgassuk el a mozgatás parancssal, függőlegesen lefele, de úgy, hogy a kontroll legyen lenyomva, ekkor ugye másolatot kapunk, és a kék tengelyjel kell egybeesni az eltolásnak. Én most ide lemásoltam. Jó. Meg kell flippelni. Flip along blue direction. Megfordult, és a mozgatással vissza kell illeszteni. Tehát az asztallaphoz kell illesztenünk ezt a felületet is, és ha mindent jól csináltunk, akkor gyönyörű szépen egy részlet gazdagabb asztallapunk van. Most ugye kilépünk, és arra kell odafigyelnünk, hogy ugye az asztallap most egy kicsit belelóg a kötésbe és a lábakba. View, Face Style, X-ray. Hát nem is tudom, hogy forgassam, hogy egyértelmű legyen. Egy nagyon picikét talán látszik, hogy belelóg, de ezt majd otthon mindenki megpróbálja megnézni. Jelöljük ki a komponenst, és egy a lényeg, hogy mozgatás a kék tenge irányával, ugye 0,3-mal fölfele. Hát nekem valamiért most ezt nem akarja, tehát vesző 0,3, szerencsére ezt így is beveszi, és minden a helyére került. Lassan készen vagyunk, még egy letörést szerkeztünk, itt a kötéseknél. Ugye a kötés mértéke 0,3 cm legyen, ami a letörésnek a nagyságát adja meg. Measure tape 0,3 ebbe az irányba. Ebbe az irányba, alulról is, kössük össze ezt a két metszéspontot, és természetesen a push-pull tool-lal szépen ezt toljuk végig, hát végig kell valahogy tolni, oké. Letörést kiszerkesztettük. Ugye ez egy másik megoldás a letörésre. Igyekszek a videókban többféle megoldást is bemutatni, hiszen ezek együtt teszik az embert ügyes SketchUp-os szerkesztővé. A guideline-okat töröljük, kilépünk a komponensből, és most már csak ellenőriznünk kell a modellt, hogy minden a helyén van-e, és igen, minden a helyén van. Elkészültünk az asztalunkkal, ami funkcionalitásában teljes értékű, még azt is mondhatjuk rá, hogy izgalmas a kialakítása. Egy retro panel házban el lehet képzelni, hogy ilyen konyhaasztalokat lehet találni még ma is, és ezt az asztalos ismerősünknek már el tudjuk küldeni,
hogy vegye le a főbb méreteket és készítse el a számunkra. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem ez a példa is szépen bemutatta, hogy mennyire nagyszerű eszköz az ötleteink lemodellezésére a SketchUpot használni. Sziasztok!